Rekeke. Hát sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 2022-es Divízió 1-es bajnokság harmadik fordulójában, legalábbis ami a hazai csapatot illeti, hiszen Cowbells Guardians találkozó a mai program. Kifejezetten lassan indul be ez a szezon a Cowbells 2-es csapata számára, hiszen a járványhelyzet előtti időkben bejáratott rendszer szerint májusban már az alapszakasz vége felé kellene járnunk. Ezzel szemben most ez még csak a harmadik találkozónk, ráadásul az első olyan, amit hazai körülmények között játszhatunk, a továbbiakban viszont valamelyest besűrűsödik majd a program, hiszen legközelebb mindössze 6 nap múlva játszunk majd Dunakeszin a Titans ellen, utána pedig 2-2 hét áll majd rendelkezésre, hogy kipihenjük magunkat és felkészüljünk előbb a Tatabánya, aztán pedig a Szombathely elleni találkozókra. Két kifejezetten szorosnak mondható meccsen vagyunk túl. Április 17-én Debrecenben kezdtük a szezont, ahol egy pontok nélküli első félidő után végül sikerült elkapni a ritmust és 21-12-re legyőzni az azóta kifejezetten csalódást keltő formát mutató gladiátorokat. Aztán hosszas szervezkedés és variálás után végül Székesfehérváron kellett megmérkőznünk a váratlanul megerősödött Dunakeszi Rangers-szel, amiből egy igen komoly adókapok lett. Többször is változott a vezetőcsapat kiléte, végül a lépés a Rangersnek jött ki jobban. Ők vittek pontokat utoljára, így azt a találkozott 34-40-re sajnos elbuktuk. A mutatott játék ettől függetlenül nagyon is biztató, és a szezon hátralévő részében kifejezetten változatos ellenfeleket kapunk majd. Én azt gondolom, hogy éppen ma éppen a Guardians lesz az, akik jelenlegi formáikat tekintve a legközelebb állnak a miénkhez, míg a Titans egyelőre úgy tűnik, hogy erősebb, szóval a jövő hétvege küzdelmesnek ígérkezik, míg a Mustangs verhető, a Crashers pedig a Debrecenhez hasonló visszaesést mutat, szóval bármekkora közhely, azt gondolom, hogy itt van a helye és az ideje, hogy magunkra koncentráljunk, a saját játékunkat játsszuk, és akkor esély lehet erősen befejezni a szezont. Természetesen nem szeretnék semmit elkiabálni, de a szezon előtt, különösen az előző szezon befejezése miatt megfogalmazott elvárásaink magunkkal szemben igen csak ambíciózusok, szóval remélem, hogy sikerül ehhez is tartani magunkat. No de ismerkedjünk meg röviden a mai ellenfelünkkel is, hiszen éles körülmények között először találkozunk, szóval a Guardians Csongrád Csanád megye egyetlen amerikai futball csapata, és bár a köztudatban azért velük kapcsolatban, hogy szegediek, nekik mégis fontos, hogy nem csak ennyiből áll a dolog, hiszen egy jelentős és makói, illetve hódmezővásárhelyi delegáció is tartozik a csapat alapemberei közé, de van például a vajdaságból átjáró játékosuk, és szóval ez valamelyest túlmutat a megye székhely határain. A csapatot eredetileg 2018-ban alapították, miután a Makó Rednex és a Szeged Sentinels együtt jelentkezett a szövetség mentor programjába, aminek keretein belül Grácz Vilmos és Pacuk László a magyar válogatott edzői hétvégi szemináriumot tartottak a srácoknak, bevezetve őket nem csak a játék sportszakmai részében, de egy amerikai futballcsapat általánosságban vett irányításába is, és ezután döntöttek úgy, hogy önállóan talán kevesek lennének ahhoz, hogy hosszabb távon megvessék a lábukat a szintéren, de együtt már össze tudnának dobni egy elég ütős kis alapot ahhoz, hogy egy komolyan vehető csapat alakuljon a régióban. Így tudtak végül elindulni 2019-be a Divízió 2-es bajnokságban, ahol egy elég impresszív mutatkozást produkáltak, de végül 3-3-as mérleggel a rájátszás azért nem jött össze nekik. 2020-ban viszont már a járványhelyzet miatti rövidített szezont egyből egy veretlen alapszakasszal hozták le. Itt a rájátszás végül teljes egészében elmaradt, tavaly pedig egy szintén veretlen, akkor már 5 meccses alapszakasz után
végül a Tatabánya ellen este ki az elődöntőben, mindössze egyetlen ponttal, ami nyilván nem hozott nekik bajnoki címet a konyhára, de arra így is elég volt, hogy a többi rájátszást részvővel együtt őket is meghívják, hogy idén már a Divízió 1-ben versenyezzenek, amivel végül a Tatabányával egyetemben éltek is. A Divízió 2-es években egyébként összesen 3 meccsen találkoztak volna, ha szintén Cowboys kötődésű Rebels Old Boys-szal. Ebből egy találkozót elveszítettek, egyet megnyertek, egy pedig a Rebels visszalépése miatt jóvárásra került a számukra, szóval velük eddig gyakorlatilag 50%-on állnak, a mieinkkel pedig a felkészülési időszakban játszottak edzőmeccset tavaly és idén februárban is, és szintén 1-1 a mérleg. Az idei bajnokságban eddig 3 meccset játszottak, vagyis náluk egyel többet, és ez idáig javuló tendenciát mutatnak. A szezonnyitón egy kifejezetten csúnya, elsős, dagonyázós meccsen kikaptak a Rangers-től 33-8-ra, azóta viszont sikerült legyőzniük a Tatabányát 14-0-ás hátrányból fordítva 32-21-re, és legutóbb a Debrecent egy kifejezetten szoros első fél után végül is Mercy Rule-lal 51-15-re. Kifejezetten nagy létszámú csapat, bár nyilván az idegenbeli meccseken mindig akad egy-két ember, aki nem tud elutazni a csapattal, de ezúttal úgy tudom, hogy mindannyian itt vannak, és a pozíciók döntő többségében megvan a mélység a keretben, így kifejezetten nehéz kifárasztani őket, és hát nyilván meg kell említsük azokat a játékosokat is, akik a Cowboys mezt is magukra öltik alkalomattán, így Demeter Ádámot és Vadlövő Pétert, akik hosszú éveken keresztül erősítették a HFL keretünket, valamint Leszkován Ádámot és Hanzel Botondot, akik jelenleg teszik ezt. Hanzelnek még a fehérvári szezonnyitón volt egy brutális kierőszakott fumble, amiből Bakcsabi touchdown tudott futni, miután Hanzel a földet érés előtt a másodperc töredékével gyakorlatilag kitépte a fehérvári elkapó kezéből a labdát, ami éppen a mögött álló Bak kezében landolt, és azzal végig sikerült menni. Leszkován pedig 2 interception szerzett a Wolves elleni győzelem alkalmával, ráadásul egy napra rá Szegeden is leszedett még 2-t Demko Balázstól, a Gladiators irányítójától is, így azt a hétvégét összesen 4 interceptionnel zárta. Hozzáteszem, a Gladiators ellen egyébként Hanzelnek is jutott 2, és persze mindketten ott voltak tegnap Miskolcon is, ahol Leszkován leszette a 3. interceptionjét is a HFL-be, szóval büszkén kijelenthetjük, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon hasznos tagjaivá váltak a Guardians mellett a mi nagy csapatunknak is. A tegnapi meccs egyébként egész pontosan 29-21-es győzelmet hozott, ami azt is jelenti, hogy feltételek egyik fele teljesült a Cowboys HFL-beli továbbjutásához, így érdemes lesz odafigyelni a Wolves és a György Sharks meccsét is, ami szintén ma, de majd csak 18 órai kezdettel rendeznek, így a második félidőt akár meg is nézhetjük, hogyha innen hazaértünk, szóval ha Wolves ma győzni tud, akkor az azt is jelenteni egyúttal, hogy biztossá válna a továbbjutásunk a HFL-ben. Ebben a bajnokságban egyelőre még nincsenek biztos továbbjutók, vagy biztos kiesők, bár a Titans elég magabiztosan áll az élen, 4 győzelemmel és 0 vereséggel, a Gladiators pedig elég mélyen foglal helyet 0-4-jel, szóval az ő sorsuk már nagyon valószínű, hogy eldőlt, épp csak nem jelenthetjük ki még 100%-ig, a közép bizony viszont még átalakulhat. A második helyen a Dunakeszi 3 meccs után van, tehát az ő 2-1-es mérlegük még megingatható, a Guardians szintén 2-1-jel harmadik, és a miénk 1-1-jel negyedikek, szóval ha holnap kezdődne a rájátszás, akkor mindkét jelenlévő csapat idegenbe utazhatna elődöntőzni, viszont itt még számítunk azért változásra, hiszen pillanatnyilag az elképzelhető legjobb mérleggel akár még a Titans is befogható, hát meglátjuk, hogy mit sikerül ebből kihozni, és azt is természetesen, hogy akár a Szombathely, akár a Tatabánya képes lesz egy nagy javulásra a szezon végén, de nyilván mindkét jelenlévő csapat nevében mondhatom, hogy abban reménykedünk, hogy nem. Néhány percen belül a csapatok bevonulása következik. Reméljük, hogy hamarosan ehhez is minden összeáll. Úgy látszik, hogy Cowboys oldalon megvoltak az utolsó lelkesítő beszédek, és várjuk a Guardians felsorakozását is a sarokba. Breznai Endre lesz a mérkőzés játékvezetője. Ő várja a játékvezető társával a csapatokat a középpályán. Néhány percen belül tehát a bevonulással folytatjuk.
Egy, kettő, három. Zebrák! Elsőként a vendégcsapatot köszönhetjük a pályán. Nagy tapsot kérek, pályán a Guardians! Nagy tapsot kérek még egyszer a hazai, illetve a vendégeknek. Pályán a Guardians. És nagy tapsot szeretnék kérni a hazai csapatnak is. 2022-ben első alkalommal a hazai pályán. Nagy tapsot kérek pályán a Budapest Cowboys! Azt gondolom, hogy a csapat ezt meglepetésnek szánta, és szerintem ez be is jött. Anyukák, apukák ezt majd otthon megbeszélik a srácokkal. Szóval pillanatokon belül a csapatkapitányok felvonulásával folytatódik a produkció.
Breznai Endre vezetésével elvégezhető a pénzfeldobás. A vendégek részéről, ha jól látom, akkor Rácz Tamás, Hanzel Botond, Vidumánszky Tamás és Horváth Mário lesznek. A diplomáciai küldöttség, hazai részről pedig Németh Gábor, Ethan Kylie, Szabó András és Saliga Norbert vonulnak fel a félpályára. És akkor jöhet a pénzfeldobás. Pénzfeldobást a hazai csapat nyerte, és a visszahordást választotta. Kéri a labdát a Cowbells, tehát az első támadó sorozatot a mérkőzésen. A Németh Gábor vezette támadó egység viheti. Lepacsiznak a csapatkapitányok, és a kirúgás után támadhat a Cowbells. Magori Milán végzi el a kirúgást a vendégek részéről 19-es számmal. És pillanatokon belül a visszahordók kiléte is kiderül. Gyöngyösi Balázs és Dobos Attila lesznek azok, akik várják ezt a labdát hátul a saját 10 yardosuknál. Kicsit a szél is elcsendesül itt a kirúgás előtt. Meglátjuk, hogy a mérkőzés további alakulását ezt mennyiben befolyásolja majd. Mágori rúghatja el ezt a labdát. Dobos felé száll a labda, és a saját 5 yardjáról indul a visszahordás, és Dobos középre próbál helyezkedni. Ott végül is lekapcsolják, ha jól látom, Marsi Tamás 23-as számmal csinálta meg a szerelést Doboson, és sajnos fekszenek a yardvonalakat jelző táblák a földön, ugye nyilván a szél miatt, így nem vagyok benne teljesen biztos, hogy honnan kezdhetjük meg a támadást, olyan ...25-26 környékéről. Első és 10 lesz, támadhat a Cowbells. Gyöngyösi Balázs és Kisprumik Attila az elkapók a hozzánk közelebb eső oldalon, túloldalon pedig Fóra Kamilló és Csumán Botond. Kisprumik Attila elkapásával kezdi meg a támadást a Cowbells, őt pedig Antal Patrik viszi földre Guardians részről 27-essel. Körülbelül 2 yardot ér ez a játék. Második és 8-as szituáció lesz. Mind a 4 kezdő elkapó bemutatott elég szép játékot az előző 2 mérkőzés során. Igen, csak bátran nyúl a passzjátékhoz a Cowbells, de ezúttal egy futás. Középen körülbelül 3 yard hát rendelkezésre, mielőtt a Guardians védők odaérnek. Harmadik és valamivel több mint 5-öt kellene menni. Passzjáték, és menekülnie kell Némethnek, onnan még passzolhat, és sikerül eldobni a labdát, és az úgy tűnik, hogy nincs meg. Gyöngyösi Balázson, Leszkován Ádám védekezett,
egy negyedik és ötös szituáció, és pantolnia kell az első drive-ban a Cowboysnek. Le kell kocognia valakinek Guardians részén, a 12-en mentek föl a pályára. Nyilván ebben a szélben néha nehéz meghallani egymást. Szekeres rúgja el a labdát, és blokkolják a pántot, és azt még össze lehet szedni, és ott vége van annak a játéknak. Egy yardról kezdheti meg a támadást a Guardians. Tóth Károly 22-es számmal be tudott ugrani a rúgás vonalába. Talán az egy yarddal valamivel túlbecsültem ezt a mezőnypozíciót, körülbelül 3-at kell menni a pontszerzéshez, de nagyon-nagyon jó mezőnypozíció, és Horváth Mário vezette támadóegység érkezik a pályára. 11-essel láthatjuk Horvátot, egy balkezes irányító, és mellette kezdőként első alkalommal ebben a szezonban 23-as számú Marsi Tamás ment föl ebbe az összeállításba futóként, és kapja is a labdát. Marsira azonnal kilépnőre sikerül meglógnia, és megvan a touchdown. Rögtön az első játékból megcsinálja a 6 pontot a Guardians. Ott volt a védő Marsin. Sikerült is hozzáérni, de földre vinni nem. 6-0 a vendégeknek. 3 yardos futás nagyjából. És Mágori hozzátehet még egyet a rúgással. Horváth Mário teszi le a labdát, és megvan az a rúgás, 7-0 tehát a vendégeknek. A játék minden elemében nagyon élesen kezdi ezt a mérkőzést a vendégcsapat, mindössze 5 yardot engedtek az első védekezés során, és 3 and out lett. A special team hozzátett egy blokkolt pantot, és az első futásra sikerült végigmenni, hát ez semmiképpen sem az a kezdés, amire a Cowboys reménykedett. Minden esetre rengeteg idő van még hátra nyilván, és hát a kirúgás után azonnal visszakapják a labdát, így ha ledob a ló, azonnal vissza kell ülni. Mágori kirúgását Dobos és Gyöngyösi várják hátul. Megint csak Dobosnak jobb inkább ez a labda, de beszáll az endzomba, ebből egy touchback lesz, így a saját 20-asáról támadhat a Cowboys. Első és 10 futójátéka nyit a Cowboys. 0 yard jön abból a kísérletből nagyjából. És azt mutatják a vendégcsapat játékosai, hogy lehetett egy fumble. Úgy látszik, hogy a játékvezetőket erről egyelőre nem sikerül meggyőzni, de még van egy kis kupak tanácsot középen. Futójátékosnak az előrehaladása megállt, második kísérlet következik. És egyúttal lent van egy Cowboys játékos. Jól látom, valaki a falból. Szeretnénk orvosi segítséget kérni a pályára. Ethan Kylie biceg le, 59-es számmal tapsot kérünk, jobbulást kívánunk. Egyelőre nem kell a pályán ápolni, de azért biztosan megnézik majd a lábát. Fontos tagja a támadó falnak.
Második és 10-zel folytathatja a Cowboys, ugye a bejelentés alapján az előraladás megállt az előző play során, és utána már nem számít, hogy mi történt. Második és 10. Német várja a labdát a centerétől. Passzjáték, és az kis Prumik kezeiről csak a földre pattan. Jó elképzelés volt, és jó meg is dobta ezt a labdát Német. Kis Prumiknak ez most nem volt jó egyelőre, de nyilván várjuk majd a jó teljesítményét a mérkőzésen. Két touchdown-t vitt a Dunakeszi elleni találkozón Székesfehérváron kis Prumik, szóval egy nagyon hasznos igazolás a Dabas Sparkstól. Harmadik és 10 passzjáték, és sok ideje van Németnek, nagyon jó védelmet kapott, és kis Prumiknak úgy tűnik, hogy az nem jó. És elnézést kérek, hogy nem tudok erre gyorsan reagálni, de itt a piros sátor itt előttünk pont kitakarta ezt az elkapást, de leszette a labdát a vendégek védője. Első és 10 lesz az ellenfél térfeléről. Kezdheti meg a támadást a Guardians. Hanzel Botond interceptionje után. Köszönöm a segítséget a nézőknek, szóval Sajti István elkapásával kezdi meg a támadást a Guardians. Sikerül még előre dőlni, ezzel meg lesz a first down. Pézsa Bence csinálta meg végül is a szerelést. Pézsa egyébként nagyon hasznos játékokat mutat be a védelemben. Ebben a szezonban ugye ő eredetileg fullback, tehát elsősorban erőfutásokra és blokkolásra szakosodott, de korábban már a Rebels Old Boys színeiben is játszott a védelemben, és kifejezetten gyors, mindenhová odaér a termete ellenére, szóval nagyon hasznos védője a hazaiaknak. Most Marsi Tamás futásával megint csak megcsinálja a first down-t a Guardians. Fel kell keményednie a hazai védőknek. Első és gólos szituáció lesz, úgy nagyjából a 6 yardtól. Passzjáték középre, Mágorit kereste a labdával Horvát, az így nem volt jó. Második és gól lesz. Futójáték Marsival, és rá azonnal kilépnek a védők, Saliga Norbi gyürkőzi le a földre a vendégek futóját. Ezzel yardokat veszít a Guardians, kijönnek nagyjából 9-10 környékére. Harmadik és gól lesz. Mágori személyében egy igen magabiztos rúgójuk is van a vendégeknek, de azt gondolom, hogy itt a szélre való tekintettel előfordulhat, hogy négy kísérletben gondolkodnának. Egyelőre védekeznie kell a hazaiaknak. Mágori felé ez a labda túl hosszú. Ha sikerült is volna befutnia ezt az útvonalat, az már csak a pályán kívül volt elkapható az a labda. És úgy látom, hogy mezőnygó kísérlete próbálkozik a Guardians. Nyilván hátszélben rúghatnak, de ki tudja, hogy a labda irányán ez mennyit befolyásol. És ezúttal is Horváth Mário lesz a holder. Márkus Gábor a long snapper szerepét vette át ezen a mérkőzésen, tehát kisebb felforgatáson esett keresztül ez a csapat rész a Guardiansnál. Mágori rúgása jónak tűnik, de várjuk meg a játékvezetők megerősítését. Így is van. Áthaladt a póznák között a labda, tehát 10-0-ra vezet így a Guardians. A kirúgás után támadhat a Cowboys. Mágorinak egyébként a Tatabánya ellen volt egy kifejezetten hosszú 43 yardos sikeres mezőnygólja.
ami persze távol van a rekordtól, még az egyéni rekordjától is, de ezen a szinten ettől függetlenül nagyon jónak számít. Ez most egy ennél könnyebb próbálkozás volt. Mágori kirúgását ezúttal Gyöngyösi és Niyazov várják hátul, de ebből megint csak touchback lesz. A saját 20-asról támadhat a Cowbells. Első és 10. Futójáték. És arra azonnal kilépnek a védők. Antal Patrik ért oda először. Négy yardot veszít el ezzel a Cowbells. Második és 14. Passzjáték középre Kisprumiknak, azaz elkapás simán megvan, és a Guardians védők egymást zavarták, hogy levigyék Kisprumikot. Ebből meg lesz a first down. Nagyon szép játék. Quickslant útvonal. Első és 10. A 30-asig jön előre így a Cowbells. Pont elég volt a first downhoz ez a játék. Csumán Botont, Fóra Kamilló és Gyöngyösi most ezen az oldalon. Illetve elnézést Kisprumik, és megint csak ő kapja középen, és dadog a labda a kezei között, de sikerült elkapni. Aztán viszont megvan a szerelés, Nagy Bence ért oda rá. Körülbelül 6 yardot ért ez a játék. De már csak második kísérlet következik, tehát ezek pont azok a játékok, amikkel el lehet kezdeni építkezni. Természetesen ez a 10-0 még mindig teljesen nyílt mérkőzést jelent. Második és 4. Megint csak passzjáték, és sok ideje van Németnek, aztán viszont ki kell mozognia a zsebből, repül egy zászló, és az az elkapás végül is nincs meg. A visszafelé futó Csumán Botondot kereste a labdával Német. Így valószínűleg a szabálytalanság lesz az irányadó. Kérdés, hogy melyik oldalon. Előfordulhat, hogy egy holding a Cowbellsnél, ugye nyilván ezekben a szituációkban, amikor nagyon sokáig kell tartani a védőket, és az irányító is egy kicsit meg tudja viccelni a támadófal tagjait azzal, hogy jobbra-balra futkoss a hátuk mögött. Így be tud csúszni a szabálytalanság. Personal foul, face mask, offense, 62-es számú játékos. 15-6 büntetés, megismételjük a második kísérletet. Nem az, amire tippeltem, de így is Cowbells oldal egy szabálytalanság. Második és nagyon hosszú lesz így. Körülbelül 20 yard. Második és 20, passzjáték, hosszú középre, két védő közé. És Fóra Kamilló elkapásával folytatódhat a támadás. Megint csak elnézést kérek a késlekedésért, ez is pontosan ott volt, ahol az én kilátásomat eltakarja a sátor. Első és 10. Az ellenfél 45-öséről folytathatja a Cowbells.
Fóra Kamilov fut át bal oldalról jobbra. Megint csak passzjáték, és keresi a labdával Német. Fóra még belül tud maradni. Aztán összecsomagolják a védők. Megint csak Antal Patrik nevét mondhatjuk, és ott volt Vidumászki Tamás is 96-ossal. Ketten vitték földre Fóra Kamillót. Két yardot érte így ez a játék. Második és 8. Passzjáték ezúttal a bal szélre, és Fóra Kamilló egy nagyon szép egykezes elkapással, és úgy tűnik, hogy sikerült még előre dőlni, hogy meglegyen a first down. 8 yardos játék. Kérdés, hogy megvolt-e, mert úgy látom, hogy csak a daljelzőt igazítják meg a játékvezetők, egy harmadik és nanométerek szituáció következik. Harmadik és nagyon kevés, megint csak egy fóraféle elkapás, azzal már meg lesz a first down. 3-4 yardot sikerül így ezzel előre menni, nagyon gyorsan elengedett labda. Az ellenfél 31-esére kerül le a következő, és innen mehet tovább a Cowboys. Farki, megpróbálsz rájönni nekem, mert kicsit gáz, hogy nem tudjuk. Első és 10. Passzjáték a szélre, megint Fóra. És neki nem sikerül megindulni előre. Leszkován Ádám viszi a földre a HFL beli csapattársát. Negatív yardos játék, körülbelül 2-t elveszített ezzel a Cowboys. Kicsivel talán többet is. Második kísérlet következik. Csonka Dániel lesz valószínűleg. Csonka Dániel. Passzjáték. Föl a sarokba. Csumán Botondot kereste a labdával Német, és ez nem volt meg. Nagyon szorosan ott volt rajta a védő Hanzel, egész pontosan. Harmadik és hosszú szituáció. 12 yard, hogy életben maradjon ez a drive. Harmadik és 12. Passzjáték. Balra egy hosszú. Ezt egész máshová várt a Fóra Kamilló. Így negyedik és hosszú szituáció, és azt gondolom, hogy a pálya ezen területén érdemes megpróbálni negyedikre, hiszen mezőnygólhoz nagyon messze, punthoz viszont nagyon közel van az endzone. És igazság szerint, hogyha itt elveszítenék a labdát negyedikre, akkor is kifejezetten hosszú drive-ot kellene vezetni a Guardiansnak, tehát ez nem egy komoly kockázat ebben a szituációban. Meg kell próbálni. 12 yard kell még egyszer a vonalig. Passzjáték középre Kisprumiknak, és az jó, az az elkapás. Elég lesz a first downhoz minden bizonnyal. Stammer Szabolcs vitte le a földre Kisprumikot, de sikerül életben tartani a drive-ot, és ezzel most már vörös zónában a Cowboys. Viszont van egy sérülés a pályán, szeretnénk orvosi segítséget kérni, hogyha minden igaz, akkor Jász Norbert 60-assal, ha sérült.
nagyon fontos eleme a Guardians passz siettetésének, Jász. Úgy tűnik, hogy a jobb lábát vizsgálgatják az orvosi sáv tagjai. A Budapest Wolves-tól igazolt a Guardiansba ebben az évben Jász. Szegedre költözés okán kellett csapatot váltania. A play során az első negyednek vége. Az ápolás után tehát most már a másik térfélen, a másik 12 perc keretein belül folytatódhat ez a támadás. 10-0-ás vendégvezetés, de nagyon jó helyen a Cowbells. Jásznak az ápolása viszont elhúzódik, ami hát mindenképpen egy aggasztó dolog. Négy szekket és 12 szerelést hozott össze eddig az előző három mérkőzésen Jász, tehát egy nagyon fontos eleme a Guardians védelmének. Van egy olyan gyanúm, hogy ezen a mérkőzésen őt már nem láthatjuk. Reméljük, hogy a szezonban ettől függetlenül igen. Eltávolítják a válvédőjét Jásznak. Ez minden bizonnyal arra utal, hogy ő mára befejezte, és úgy tűnik, hogy hordágyon kell levinni. Nem mutatunk róla közelít éppen, ugye? Csonka! Béze papa! Csonka Dániel! Csonka Dániel! Felesztegesen megtette! Aki ekkora út a tempocsival tesz meg a csavarban! Tapsot kérünk, jobbulást kívánunk Jász Norbertnek. Nagyon sajnálatos jelenetnek vagyunk éppen tanúi, hogy hordágyon kell levinni a pályán. Pályáról Jászt. Nem gyakran fordul elő, remélem, hogy nem is fognak megszaporodni az ilyen esetek. Kezdetét veheti tehát a második negyed, még egyszer 10-0-ás Guardians vezetés mellett. Az ellenfél 15 yardos vonalától folytatja a támadást a Cowbells. Fóra Camillo a motionben. És nem volt egyértelmű, hogy Kisprumik Attilát vagy Fóra Camillót keresi a labdával Németh Gábor. Egyikük se tekintett az irányítója felé. És úgy tűnik, hogy most egy időkérés lesz. Rendet kell tenni a fejekbe, hazai oldalon. Időkérés, Cowbells, első csapat időkérés, fél időből hátra lévő idő, 11 perc, 42. Természetesen ez a hátra lévő idő most már bármire elég, vagy most még bármire elég lehet, tehát igazság szerint ez még nem is egy fontos tényező itt, de azt gondolom, hogy az semmiképpen nem tetszhetett a támadó koordinátoroknak, hogy nem volt tiszta az elkapók számára sem, hogy kinek megy majd ez a labda, így nyilván el kell beszélgetniük hazai edzőknek, a srácokkal. Második és 10-zel folytatja majd a Cowbells a 15 yardtól.
Második és 10, Gyöngyösi Balázs és Kisprumik Attila most a bal oldalon. Fóra jön át csatlakozni hozzájuk. Nem dobja meg ezt a labdát első szándékból Német, aztán végül is Fórát kereste, de túlságosan sokat kellett volna visszafutni az útvonaláról Fórának, hogy jó legyen ez a labda. Így harmadik és 10 lesz. Ezúttal a túloldalra jut három elkapó, Szekeres Márton is fönt van ebben az összeállításban, és Német passza végül is, Csumán Botont felé száll, őt Stammer Szabolcs őrizte, sikerült valószínűleg oda kapni a kezek közé, és így nem volt jó ez a labda. Negyedik és 10, 15 yardról, és azt gondolom, hogy meg fogja próbálni a Cowboys, ugye, hogy mezőnyben megpróbálta a negyediket, ugye a 35 yard környékén is. Akkor sikerült, meglátjuk, hogy most mit sikerül kihozni belőle. Szekeres Fóra Kamillót váltotta le ebbe az összeállításba. Negyedik és 10 passzjáték. Csak másodjára sikerül eldobni a labdát, és Csumán Botonnak ez a labda nem volt jó. Leszkován őrizte, és ez egy turnover on downs lesz így. A saját 15-öséről kezdheti a támadást a Guardians. Kivédekezték ezt a négy kísérletet. Horváth Mário érkezik a centere mögé, és még mindig Marsi Tamás a futó ebben az összeállításban. Passzjáték, és érkezik a nyomás Horváthra, sikerül is megütni, de végül is megdobja ezt a labdát Marsi felé, és Marsi még a labdával. 25 yard környéki játék. És Marsi lemegy cserélni, Langane Dominik érkezik 24-essel. Ugye a legtöbb esetben ő szokott lenni a kezdő ebben a pozícióban. Ezen a mérkőzésen úgy tűnik, hogy nem. Első és 10. Futójáték. Langane kapja a labdát, és nagyon szépen vált le a blokkról. Dobos Roland 92-essel, és elkapta a válvédőjét Langanénak. Így ebből körülbelül csak egy yardot sikerült menni, vagy még annál is kevesebbet. Második és 9-es szituációval folytatja a Guardians. Futójáték ezúttal középen, és Langanét elkapják, de sikerül még a szerelés ellenére is megtennie két-három lépést. 4 yardot ért nagyjából ez a játék. Harmadik és 5 lesz így. Lehetőség a kezébe a hazai védőknek, hogy megállítsák ezt a támadást. Ha itt sikerülne kivédekezni, akkor minden bizonnyal egy pántra számíthatunk. Kicsit oldalra jött a snap Horvátnak, és sikerül eldobni a labdát. Negyedik kísérlet lesz. 5 yardot kellene menni, nem kockáztatja meg a Guardians. Mágori pántja a hazaiak kezei között landolhat, ha csak nem sikerül blokkolni. 4. és 5. És Dobos Attila lesz a visszahordó. A saját 20-asa környékére várja ezt a labdát. Mágorinak szembeszélben kell rúgnia, ez valamelyest egy nehezítő tényező. Meglátjuk, mit sikerül. Jó a rúgás, úgy látszik, hogy a szél ezt most nem hátráltatja, és Dobosnak végül is ez nem jó. Guardians védők
fixálják a labda helyét, úgy nagyjából a 13. 13-as yardnál. Első és 10 hosszú drive-ot kell vezetnie a Cowboysnek. Első és 10 futójáték, és középen van valamennyi terület. Egy 5 yardra nagyjából elég lesz ez a kísérlet. Második és 5. Kis Prumik Attila a motionben. Keresi is a labdával Német. És egy jó stiff farm Hanselnek. De aztán megvan a szerelés végül is. Nem elég a first downhoz, de közel lesz hozzá. 4 yardos játék nagyjából. Harmadik és 1-et kellene menni. Gyöngyösi Balázs most futó pozícióban az irányító jobbján. Harmadik és 1. Kis Prumik mozog át a jobb oldalra. Sikerül megcsinálni Gyöngyösinek. És még sokkal többet is. Egy 8 yard környéki előraladás. A saját 32-n kapja meg a következő labdát a Cowboys. Reméljük, hogy Gyöngyösivel el fognak kezdeni működni a futások, hát nyilván Pusztai Wendell hiányát érzi most a Cowboys. Passzjáték, jó az elkapás, és megpróbálja még előre nyújtani a labdát Fóra Camillo. 7-8 yard között hozott ez a játék. Meglátjuk, hová teszik le a labdát a bírók. Második és 2-vel folytatja a Cowboys. Passzjáték. Kis Prumik elkapásával lehet még menni. Kis Prumikot végül Hanzel Botond tereli ki az oldalvonalon, de hát jön a félpályán a Cowboys, és természetesen megvan a first down is. 46 yard környékén kapják meg a következő labdát, de ez most már az ellenfél 46-osa. Első és 10. Passzjáték oldalra. Gyöngyösi tud megindulni a labdával a jobb szélen. És úgy tűnik, hogy Gyöngyösinek sikerült belül maradni a pályán. Bevág középre, és Gyöngyösi megpróbálja sebességből megverni a védőket. Tóth Károly kapja el végül, de egy óriási előreladás. Több mint 25 yardot sikerül menni ezzel a játékkal. Az ellenfél 20-asáig jutnak egész pontosan a hazai támadóegység tagjai. Első és 10. Azt gondolom, hogy minden Guardians védő azt hihette, hogy Gyöngyösi kilépett a túloldalon, de nem ez volt a szituáció. Első és 10.
Második szándékból egy rövid passz középre, és Kisprumi Katilla ki tudja kerülni a védőjét. Touchdown a hazaiaknál, zárkózik a Cowbells. Ha jól látom, megint Tóth Károly volt ott, de ezúttal nem sikerült elkapnia a Cowbells támadóit. Kisprumik touchdownja, harmadik a szezonban. 10-6-ra zárkózik fel így a hazai csapat. És Szekeres hozzátehet még egyet az extrával. Jónak tűnik a rugás, és a játékvezetők is így gondolják. 10-7, teljesen nyílt mérkőzés. Kérdés persze természetesen az, hogy a második félidő hogyan alakul majd, különösen akkor, hogyha mind a két csapat Gladiators elleni mérkőzéséből indulunk ki. A Cowbells számára ugye az volt a szezonnyitó, 0-0 volt a félidőben, aztán végül is sikerült meglógni a Debrecen elől a második félidőbe, és hasonlóan alakult a Guardians legutóbbi találkozója is a debreceniek ellen, ott 10-9 volt az állás félidőben, aztán hát gyakorlatilag a második félidőben a Guardians agyba főbe verte a Gladiators-t, szóval azt hiszem, hogy mindkét csapat számára ez lesz egy döntő faktor ezen a mérkőzésen is, hogy a hosszú egál után kinek sikerül megszöknie. Szekeres rúgását Ambrus előd várja hátul. Egy szokatlan felállás a kick-off visszahordáshoz. Csak egy visszahordó hátul. Ambrusnak nem lesz jó az a labda. Touchback lesz belőle a saját 20-asról. Kezdheti a támadást a Guardians. Utójátéka nyitja meg ezt a támadó sorozatot a Guardians, és azzal nem sikerül menni. Langane Dominik kapta a labdát, és hát kevés kivétellel a teljes linebacker sor. Ő rajta landolt végül, 0 yardos játék, második és 10. Passzjáték Ambrus előtt felé, és az nem jó, túl magas volt neki. Közel volt hozzá Szijjár is, de hát neki is magas volt, úgy tűnik ez a labda. Harmadik és 10, ismételt lehetőség a hazaiak kezében, hogy itt megállítsák ezt a támadó sorozatot. Érdemes lesz odafigyelni 7-es számmal Komisszár Kristófra, safety-re is, akinek már 4 interceptionje van ebben a szezonban két mérkőzés alatt. Ezúttal Sajti István felé volt túl hosszú ez a labda. Így 4. és 10 lesz, és rúgnia kell a Guardiansnak. Dobos Attila várja ezt a labdát, ugye a saját 45 yardos vonala közelében, Mágori rúgása, annál sokkal előbb fog lepattani először. Egy nem kifejezetten jó punt a vendégek részéről, az ellenfél 41-2 yardos vonala közeléből kezdheti meg a támadást a Cowbells. Idő természetesen bőven van még. A fordításért támadhat a hazai csapat. Mm-hmm.
első és 10. Az elkapás jó, a védők azonban azonnal ott vannak. Fóra Camillo elkapása. Nulla yardos játék volt, jó elkapás ellenére. Rövid passz Gyöngyösinek szélre, és Gyöngyösi be tud vágni középre, és ott van terület. Meg lesz a first down minden bizonnyal ebből a kísérletből. Stammer Szabolcs és Leszkován Ádám csinálták meg a szerelést. Az ellenfél 30-asának Abels, első és 10. Kicsit közelebb hívja Csumánt, Német, aztán végül is Gyöngyösi kapja a labdát, és azzal meg lehet szökni a bal oldalon, és itt kiváló blokk, és Gyöngyösi végigviheti azt a labdát. 13-10, átveszi a vezetést a Cowbells. Ha jól láttam, Csumán Botond volt, aki kiosztotta Hanselen azt a blokkot, amivel végül is lehetővé tette, hogy Gyöngyösi megszökjön a bal oldalon. Nagyon szépen kivitelezett játék. Screen passból. Egy 30 yard környéki TD. Szekeres pedig hozzátett még egyet a rúgással. Magas a snap, de sikerül letenni a labdát. A rúgás jó. 14-10. Átveszi a vezetést a hazai csapat. Szél így igen gyakran megnehezíti a labda lehelyezését is a kirúgáshoz. Kilépi a távolságot Szekeres. Hamrus előd lesz a visszahordó 80-as számmal hátul. Hamrus előd az endzomból indítja a visszahordást, és sikerül talpon maradni az első kontakt után, majd a második embert is lerázza magáról, és kiforog a harmadik szerelésből, de úgy tűnik, hogy kilépett a vonalon. Sikerült megtartani az egyensúlyát, de már nem mehet így tovább a labdával. Viszont így is jó helyről kezdheti a támadást a Guardians. A saját 40 yard környékéről. 39 és 40 közül egész pontosan. Első és 10 lesz. Temko Levente megy felfutóként. A következő drive-ra a 49-es számmal láthatjuk. Harmadik számú futója a vendégeknek. Nagyon mély a keret ezen a pozíción is. Első és 10. Kapja a labdát Temko, és belefut a tömegbe középen, abból nincs előraladás. Egy egészen minimális pozitívat sikerült kihozni ebből a játékból, hogy nagyjából fél yardot ment ezzel a vendégcsapat. Második és 9,
Megint csak Temko, és most több hely van, de a játékvezetők nem engedik elindítani ezt a labdát. Snap előtt, 2 minute warning. Fél időből hátralévő idő, 2 perc. Úgy tűnik, hogy lepörgött az óra 2 percig, épp abban a pillanatban, amikor feladta volna a labdát a Guardians. Ez így extra óra megállítás, nyilván mindkét oldalon vannak még időkérések. Cowboysnél 2, a vendégek meg, hogyha jól számolom, akkor még mind a 3-mal rendelkeznek. Passzjáték, és jó az elkapás, de sikerül levinni. Ha jól látom, akkor Arany Kevin 1-es számmal kapta ezt a labdát. Nem lesz elég a first downhoz, de nagyon közel vannak hozzá. Harmadik és incheck szituáció. Futás középen, és abból negatív yardos játék lesz. És azt mutatják a Cowboys játékosai, hogy megszerezték a labdát. Megint csak egy olyan helyen vagyunk sajnos, ahol a sátortól nem látok semmit, de látom komisszárt, aki azt mutatja, hogy támadhatna, és valaki lenn marad. Orvosi segítséget kérünk a pályára megint csak. Vendégektől maradt lent valaki. Jobb lábát próbálják vizsgálgatni. Előkerült a jégspré. Próbálják mozgatni a lábát a vendégek sérültjének. Talpon a sérült játékos, tapsot kérünk, jobbulást kívánunk, Temko Levente 49-es számmal. Korábban Lángáne Dominik is kiszállt a mérkőzésből a Guardians oldaláról, levette a válvédőjét, így Marsi Tamás marad az utolsó futó a vendégek oldalán. Most viszont egy időkérés. Időkérés, Cowboys második csapat időkérés, fél időből hátralévő idő, 1 perc 30. Fél időben majd megtudakolom, hogy Lángáne miért szállt ki a mérkőzésből. Minden esetre fogynak a futók a vendégek oldalán. Marsi Tamás egyedül, aki pillanatnyilag játékra fogható. Illetve... ott van még a keretben Fekete Dávid is. Negyedik és 4-es szituáció, hogyha minden igaz, és az a passz Hambrus előtt felé sikertelen.
Így ebből egy turnover on downs lesz végül is, visszakerül a labda a Cowbellshez, és körülbelül másfél percük van, hogy támadjanak még a fél időben, annál valamivel kevesebb, olyan 1-25 környékén. Első és 10 lesz, a Guardians 45 yardosán kapják meg a labdát. Láttunk már olyan nagy játékokat ezen a mérkőzésen, ami akár lehetővé teszi azt is, hogy ez az idő elég legyen ennek a 45 yardnak a megtételére. Első és 10, Fóra Camillo mozog át balról jobbra. Egy rövid screen pass Gyöngyösi Balázs felé, és jobb oldalon várja a blokkokat. Sikerül elhagyni a pályát. 5-6 másodperc pöröketett le így az óráról. Második és 6-7 közötti szituáció lesz. Passzjáték, és hosszan keres célpontot Német, aztán végül is kiválasztja magának, hogyha jól látom, Kisprumik Attilát, akinek viszont vissza kellett fordulni az útvonaláról, hogy jó legyen ez a labda, és túl rövidre sikerült a dobás, tehát így nincs meg. A sikertelen passz miatt viszont áll az óra, ennyi pozitívum azért van benne, de harmadik kísérlet következik, és harmadik és hosszú, tehát meg kell csinálni, hogy életben maradjon a drive. Passzjáték Kisprumik felé, és jó helyen volt az a labda, de nem sikerült végül is elkapni. Antal Patrik védekezett Kisprumikon. Így negyedik és hosszú szituáció. És úgy tűnik, hogy elpántolja ezt a labdát a Cowbells. Legalábbis feltételezem, hogy pántolnak. Stommer Szabolcs várja ezt a labdát. A saját 20-asán elég rövid rúgásra számít. Aztán végül is Ambrus kezei között a labda. És hogy sikerül levinni a 20 yardon belül. Körülbelül 5 és 10 között tudott megtenni a visszahordással. És visszakerül a labda a Guardianshoz, kevéssel a félidő vége előtt, de nagyon hosszú drive kellene nekik, tehát meglátjuk, hogy mennyi kockázatot vállalnak be ebben a támadósorozatban, még mielőtt lepörögnek a másodpercek. Saját 19 környékéről kezdhetik meg a támadást. Első és 10. Play action után egy oldalpassz Ambrusnak is. Az nem jó. Lepattant a labda a földre. Igazából nem is annyira értem ezt a megindulást. Lehet, hogy Ambrus úgy gondolta, hogy ez egy hátrapassz volt talán, és emiatt gondolta azt, hogy így is jó lehet, de... Előre haladni minden esetre nem sikerült belőle. Második és 10. Megint egy screen pass, de most a másik irányba, és Arany Kevin próbálhat meg neki futni, illetve bocsánat, nem is, hanem Mágori 19-essel. Körülbelül 5 yardot ért ez a játék. Harmadik és 5-ös szituáció. Passzjáték. És abból interception lesz. Komisszár kezé között a labda, és azzal még meg lehet próbálkozni, hogy visszavigye, és Komisszárnak úgy tűnik, hogy sikerült is visszavinni. Egyelőre nem látok a játékvezetők részéről kézjelet, előfordulhat, hogy még korábban kilépett, de
Várjuk meg. Szabálytalanság lesz valószínűleg. Offside! Defense! 92-es számú játékos. 5 yard büntetés. Büntetés eredménye. First down. Szabad játékból próbálta meg ezt így a Guardians, tehát így nem érvényes a labdaszerzés. Komisszár Kristófnak egyébként az 5. interceptionje lehetett volna a szezonban, hogyha megvan, de természetesen lesz még lehetősége lehalászni néhány labdát a továbbiakban is. Első és 10, és érkezik a nyomás Horvátra. Sikerül is odaérni hozzá, így pontatlan a passz. Azt hiszem, hogy középen Marsit kereshette a labdával, de a védők éppen eléggé megzavarták. Orosz Levente 97-essel egész pontosan. És lepörögnek a másodpercek, tehát 14-10-es hazai vezetéssel fordulunk a második félidőre. Hasonlóképpen szoros, mint ahogy Debrecen ellen mind a két csapatnak. Meglátjuk, hogy mit sikerül kihozni a második félidőből. Egy szűk 20 percen belül folytatjuk.
Pillanatokon belül folytatódhat a mérkőzés. Kábelsz kirúgással kezdődik a második félidő. 14-10-es hazai vezetés. Szekeres Márton sorakozik föl a labda mögé, hátul pedig Ambrus előd várja, hogy visszahordja ezt a labdát. Ambrus visszahordása 10 yard közeléből indul, és sikerül is kirázia magát az első szerelésből, aztán odaérnek a többiek. Proxiár ért oda először Ambrusra, de csak a mezét tudta megrángatni. Saját 25-ösig kihozta a labdát, támadott a Guardians. Láttunk ugye tőlük egy Marsi Tamás féle 3 yardos TD-t, és egy Mágori féle mezőnygólt, ez adja össze az ő 10 pontjukat. Marsi kapja a labdát, és jó sokáig meg is tudta tartani az egyensúlyát. Úgy tűnik, hogy a first downhoz ez még nem elég, de 9 yardot megtesz ebből a futókísérletből a Guardians. Az értesüléseim szerint Langane Dominik egy bordasérülés miatt szállt ki a mérkőzésből, Temko Levente pedig a térsérülés ellenére még majd beállhat. Úgy tűnik, hogy tudja folytatni a mérkőzést. Egyelőre azonban Marsi, és kapja is a labdát. Jó az irányváltás. Megvan a first down, és a félpálya közelében a Guardians, még a saját térfélen. 10 yard környéki játék. Annál talán egy kicsit több is. Első és 10 lesz. Saját 48-ason a Guardians. Passzjáték. Sajti felé, és egy felpattanó labdás interception, Komisár kezei között a labda, és Horváth Mário próbálja meg Komisár Kristófot kiterelni az oldalon, végül Marsi Tamásnak sikerül, viszont így is egy gyönyörű játékot láttunk, és egy óriási visszahordást, ugye saját 45 yardosán kapta el ezt a labdát, és egészen az ellenfél 20-asán túlra sikerült juttatnia. Ötödik interceptionje. Ahogy azt már be is harangoztuk korábban a Komisár Kristófnak ebben a szezonban, első és 10 és egyből az ellenfél vörös zónájában kezdheti meg a támadást a Cowbells. Az első fél időt a Guardians kezdte jobban, ugye sikerült 3 and out-tal leparancsolni a hazai támadósort, aztán egy blokkolt punt, és az első kísérletből megfutották a TD-t, most viszont a hazaiaknál a momentum. Első és 10, kimozog a zsebből Német, és nem passzol végül is. Megpróbál megtenni néhány lépést, aztán végül is lemegy. Vadlövő Péter pedig sikeresen elkerülte, hogy megüsse az éppen földre csúszó irányítót. Ugye nyilván azért adja föl ilyenkor a futást, hogy védettséget kapjon a szabályoktól tulajdonképpen. Tehát ilyenkor nem üthető meg az irányító. Nyilván ezen a szinten így is úgy is véget ér a játék, de például az NFL-ben az ilyen szituációkból még előfordulhat, hogy felállnak, tehát nyilván amikor az irányító lába csúszik előre, akkor ott sem, de ott a kontakt által kell földre kerülni. A Gyöngyösi Balázs kapta a labdát, ebből 0 yard jött. És harmadik kísérlet lesz. Sőt, jól látom, hogy egészen minimális negatívot sikerült összehozni. Harmadik és 9-es szituáció. Forró Kamilló és Csumán Botond a hozzánk közelebb eső oldalon. Passzjáték, Forró Kamilló üresen van, és Leszkován Ádám azonnal ott van rajta, hogy szerelje, de az elkapás így is jó. Sikerült körülbelül 10 yardot menni. Lehet, hogy first downhoz még nem lesz elég. Negyedik és incsek szituáció. Körülbelül 10 yardtól. Lemarad valaki a Cowboysnél végül is. Forró Kamilló, hogyha jól látom, bár
Úgy tűnik, hogy nem sérül, de cserét kér magára. Surin Máté foglalja el a helyét 83-assal. Negyedik és rövid. Jönnyösi Balázs most futópozícióban az irányító balján. És betolják Németet. Sikerül is megtenni azt a néhány lépést, hogy meglegyen a first down. Erőből megoldott játék. Fölfeküdt a támadó falemberei hátára Német, és hagyta, hogy vigyék. Körülbelül 7 yard kell a pontszerzéshez. Első és gólos szituáció. Rossz a snap, dadogott a labda Német kezei között, és így tulajdonképpen csak megmenteni tudta a labda birtoklást, után gyakorlatilag azonnal betemették a Guardians védői. Ott volt Bakai, ott volt Nagy Bence, és egy időkérés a Cowboysnél. Időkérés, Budapest Cowboys első csapat időkérés. Negyedből hátralévő idő, 8 perc, 42. Bármire elég lehet ez a hátralévő idő. Használjuk ki ezt a kis lélegzetvételnyi szünetet, hogy beszéljünk a Guardians toborzójáról, ami június 11-én esedékes. Várunk mindenkit szeretettel, aki kipróbálna magát ebben a sportágban. Megnézhetitek, hogy milyen az a játék legalapvetőbb elemei. Egy kis nyílt edzés, ahol ti is felmérhetitek a saját képességeiteket, és a csapat is felmérheti a tieteket. Sportágra jellemző gyakorlatok, részfeladatok elvégzése, és különösen azt a korosztályt várjuk szeretettel, akik 2003 és 6 között születtek. Nekik lehet esélyük akár már az idei őszi bajnokságban is pályára lépni éles mérkőzésen, de természetesen ettől függetlenül minden korosztályt várunk szeretettel, azokat is, akik full kontakt focit, és azok is, akik flag focit szeretnének játszani. Még egyszer június 11-én toborzó itt ezen a pályán. Most pedig egy szekket láthatunk. Tóth Károly 22-essel viszi földre a hazaiak irányítóját. Egy corner blitz. Igen, csak sok yardot, legalább 9 yardot elveszít ezzel a Cowboys. Harmadik és gólos szituáció lesz, és 20 yardot kell nagyjából megtenni a pontszerzéshez. Szekeres Márton és Csumán Botond most a jobb oldalon, túloldon pedig, ha jól látom, akkor még mindig Surin és Kis Prumik. Végül is Szekerest keresi a labdával Német, és az túlságosan széles. Nem sikerül elkapni. Leszkován védekezett egyébként Szekeresen. Negyedik és gólos szituáció. És 20 yardtól kell megpróbálni. Előfordulhat, hogy mezőnygó kísérlet lehet talán. Egy olyan 35 yard fölötti kísérlet. Hát ebben a széljárásban ez egy elég merész vállalás. Meglátjuk, hogy úgy döntenek-e végül, hogy ezt csinálják-e. De egyelőre egy időkérés kell a hazaiaknak. Időkérés, Cowboys, második csapat időkérés. Negyedből hátralévő idő, 7 perc, 12. Ezek az időkérések előfordulhat, hogy hiányozni fognak majd még a végén. Úgy tűnik, hogy visszajön az offense. Németh Gabi 11-essel. Neki mennek negyedikre, 20 yardot kell megtenni a pontszerzéshez, különben visszakerül a labda a Guardianshoz.
És hogyha jól látom, akkor itt az oldalvonalnál Fóra Kamillónak a bal vállát vizsgálgatják. Előfordulhat, hogy őt már nem látjuk ezen a mérkőzésen. Reméljük, hogy nincs komoly gond. Jobbulást kívánunk minden esetre. Továbbra is Surin Máté játszik a helyén. Gyorsan elindítja a labdát a Cowbells, lehet, hogy olyan gyorsan, hogy szabálytalanul. Day of game. Offense. 11-es számú játékos. 5-6 büntetés, marad a negyedik kísérlet. Olyan gyorsan indították el, hogy igazából lassan. Szóval ez 5 yardjába kerül a hazaiaknak. Nyilván így is úgy is leszűkíti a lehetőségeket, hogy mit lehet kezdeni ezzel a játékkal, hiszen negyedik és nagyon hosszú, és a pontra kell menni, hogy ne veszítsék el a labdát. Hosszú passz középre, és azt sikerül leütni. Szekeres Márton kereste a labdával Német, és Leszkován Ádám azt tette, amiben a legjobb, illetve amiben a második legjobb, hiszen az interceptionjei, azt hiszem, az ő első számú védjegye. Minden esetre egy leütött labdával visszaszerezte a csapatának a labdát ezúttal. 25 yardtól támadott a Guardians. Támadósor elég gyorsan föl is állt a következő játékhoz, és Marsi Tamás, ebből viszont egy trükkös játék lesz. Márkus Gábor passzol Horváth Mário felé, és azt nem sikerült befutni ezt az útvonalat Máriónak. Megint csak ez a Philly Special játék. Láttuk ezt a kísérletet a Gladiators ellen is a Guardians-tól. Igaz, hogy nem pontosan ugyanezzel a személyzettel, ugyanis akkor Temko Levente volt fent futóban, és Gardi Ádám volt a csere irányító tulajdonképpen, tehát aki eredetileg elkapó pozícióba helyezkedett, de aztán végül is passzolt a labdát, most más emberekkel próbálták meg, de ugyanúgy nem sikerült megcsinálni. Marsi Tamás futásával viszont meg lesz a first down. Ez megy a Guardiansnak. 12 yard környéki előraladás. Ugye 40-es közelében kapják meg a labdát, annál egy kicsit hátrébb, 39-nél. Első és 10. Támadhatnak tovább a vendégek. Két tight endes felállás, Maróti Ábel és Lippes Simon is fenn vannak most. Marsi kapja a labdát, és Saliga viszi le végül is a földre, de Tóth Máté is ott volt 21-essel. 4 yard környéki játék. Második és 5-6 közötti szituáció, Marsi kapja a labdát, és jobbra próbálja meg megkerülni a falat. Abból most nem lesz first down. 3-4 yard környékén tudott hozni, de harmadik kísérlet következik. Marsi viszont most lekocog a következő kísérletre, 44-es számú bíró Tamás foglalja el a helyét, és Kurz Levente is lefut az oldalvonalra. Cserék tehát a belső védőfalban, hazai oldalon. Harmadik és 1-es szituáció. Minden bizonnyal arra készülnek, hogy megpróbálják betolni Horvátot. És ott is van a QB Snake. Kérdés csak, hogy ebből egy fumble lehet, és a Cowboys játékosai állnak föl a labdával a kezükben. A játékvezetők még nem egyeztek meg teljesen abban, hogy kinek volt meg ez a labda. Várjunk azért meg egy kézjelet. És megvan a labda a Cowboysnek. Horváth Máriót próbálták meg előre tolni középen, hogy meglegyen ez a kevesebb, mint 1 yard. De úgy tűnik, hogy sikerült kiütni a labdát a kezei között, és a kupacsal Ján Cowboys játékos szedte össze. Nagyon közel a félpályához, visszakerül a labda a Cowboyshez, és még mindig 14-10.
Rövid passz oldalra, Gyöngyösi felé. És azzal meg lehet iramodni. Úgy tűnik, hogy hamarabb lekapcsolták, mint ahogy én azt gondoltam, de megint csak eltakart a sátor, elnézést kérek. Második és 9. Gyöngyösi kezé között a labda, és majdnem megviccelte az a handoff Gyöngyösi, de sikerült biztosítani a fogást a labdán. De ez egy nagyon rövid játék lesz így is. Egy környéki előraladás. Harmadik és valamivel kevesebb, mint 8 yardot kell megtenni. Harmadik és hosszú, ennek megfelelően passzjáték, és az a passz nincs meg. Csumán Botond felé szállt a labda. Ennek az összjátéknak előbb-utóbb el kell kezdenie működni. Csumán Botond két-két touchdownt mutatott be a Debrecen és a Dunakeszi ellen is, tehát kellene, hogy ő is beinduljon ezen a mérkőzésen. Nagyon kellenek az elkapásai. Most negyedik és hosszú, és rámegy a Cowboys, és elszáll a snap, és Németh Gabi csak rávetődni tud a labdára. Megvolt már az a labdabirtoklás. De lesz egy szabálytalanság. Előfordulhat, hogy szabad játék. És akkor 5 yard büntetés. De egyelőre oda teszik le a labdát a játékvezetők. Nyilván, hogyha ez egy támadó oldali bemozdulás lett volna, akkor közben sípolnak a játékvezetők. De minden bizonnyal a center ezért sietett a labda elindításával. Offside, defense, 5 yard büntetés, marad a negyedik kísérlet. Úgy tűnik csak, hogy Radványi volt az egyetlen, aki észrevette, hogy beugrott a védőfal. Azért feladta a labdát, de készületlenül érte ezzel Németet. A büntető yardokkal sincs meg a first down. Negyedik és valamivel több, mint 2 lehet. De úgy tűnik, hogy ennek is neki mennek. Kipöccinti oldalra a labdát Németh. És kevés lesz Gyöngyösinek az előreladása. Ha volt egyáltalán előreladás, olyan 0 yard környéki játék, és visszakerül a labda a Guardianshoz. A saját 43 yardosán kapja meg a labdát a Guardians, és támadhatnak a fordításért egész pontosan. 14-10, még mindig nagyon nyílt a mérkőzés, nagyon szoros. Cowboys védőin áll egyelőre, hogy sikerül-e megvédeni az előnyt. Futójátékkal nyit a Guardians. Azt 2 yard után lekapcsolják. Ott volt Saliga és Pézsa Bence is. Második és 8. Futójáték ezúttal középen, és Marsinak sikerül meglógnia, és Marsi végigviheti azt a labdát. Touchdown Guardians! 16-14, visszaveszi a vezetést a vendégcsapat. Középen óriási terület nyílt, és szélről kellett volna zárniuk a szöget a secondary tagjainak. Ezt ők nem tudták megtenni, így Marsi a félpálya környékéről végigvihette ezt a labdát. 16-14 a vendégeknek, és hozzá.
Illegal formation, defense, 92-es számú játékos. A büntetést a vétlen csapat nem kérte, a play eredménye sikeres táj. 17-14, tehát így a vendégeknek, és a kirúgás után támadhat a Cowboys. Bepattog az endzomba ez a rúgás, a saját 20-asról támadott a Cowboys. Úgy tűnik, hogy segíti a szél Guardians kirúgásait. Magorenak eddig 17 kirúgása volt a szezonban, és abból mindössze 3-at sikerült touchbackre rúgni ezen a mérkőzésen, viszont azt hiszem, hogy egy kivételével az összeset, szóval egyelőre kedvez nekik az időjárás. Elsős 10. Passzjáték, csumán botond, és jó az elkapás. 5 yard környéki előradás jön ebből a játékból. Továbbra is azzal az összeállítással áll föl a Cowboys, mint az előző drive-ban, tehát Fóra Kamilo egyelőre nem tért vissza a pályára. Surin Máté játszik a helyén, Szekeres Csumán, Gyöngyösi és Kispromik vannak még fönt. Szekeres a motionben. Rövid oldalpassz Gyöngyösi felé, és bal oldalon van hely, sikerül megcsinálni a first down-t, meg még néhány yardot. 9 yard környéki előraladás, első és 10 lesz. Első és 10 passzjáték, Csumánnak kell visszafordulnia, és jó az elkapás, és az első szerelésből is kimozog. Leszkován elvétette Csumánt ezúttal. Közel a first downhoz a Cowboys. Meg is lesz. Első és 10. Rövid oldalpassz Gyöngyösi felé, és bal oldalon megpróbálnak előre nyomulni. Körülbelül 3-4 yardot hoz ez a játék, most egy kanyarral előbb befordult előre Gyöngyösi, nem próbálta meg a teljes falat megkerülni balról. Második és 7-es szituáció. Második és 6-tal folytathatja a Cowboys. Szekeres jön át balról jobbra. Harmadik szándékból passzolja meg ezt a labdát. Német Kisprumik lábai környékén landolt a labda végül is, így nincs elkapás, meg semmi ebből a játékból. Harmadik kísérlet következik.
sok esetben nem teljesen tiszta számomra az, hogy Németnek csak nem tetszik, amit lát, vagy szándékosan próbál meg dobócselekkel trükközni, és ezzel zavarni a védőket, és ezért nem dobja el egyből a labdát. Érdekes dolog. Mindenesetre most is ezt láthatjuk. Kisprumik Attila elkapása középen, és sikerül kikerülni az első védőt. Aztán végül is Stammer Szabolcs és Hanzel Botond végül is megállítják, de nagyon hosszú játék így is. Több mint 25 yardot sikerült megtenni a labdával. És Gombos Szabolcs kér cserét magára a vendégek részéről. Ignác Botond veszi át a helyét. És ez lesz a harmadik. Vége a harmadik negyednek. Vége. 17-14-es hazai vezetéssel fordulunk az utolsó 12 percre, illetve elnézést vendégvezetéssel, bocsánat. Még egyszer felhívnám a figyelmét mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy jól tudna mutatni ő is az amerikai foci Szerkóban. Június 11-én toborzó rendezvény itt ezen a pályán. A Cowbells csapata minden korosztályt vár szeretettel, de ezek közül is kiemelném a 2003 és 2006 között született korosztályt, akik egy jó nyári felkészüléssel esetleg akár már idén ősszel pályára léphetnének az U19-es csapatban. Még egyszer tehát június 11-én csatlakozzatok a csapathoz. Eső és 10, támadhat a Cowbells. Passzjáték középre, Kisprumik Attila nagyon üresen van, és megvan a szerelés. Közel a gólvonalhoz, egy yardon a Cowbells. Azonnal ott volt Kisprumikon, Ferenci Márk 56-ossal, de nagyon egyedül hagyták, és így sikerült megcsinálni a passzjátékot. Első és gól. 1-2 yard között kellene menni a pontszerzéshez. Center alól kéri ezt a labdát Német, de nem próbálkoznak jubiszni kell ezúttal. Gyöngyösi kapja a labdát egy rövid passzal, és Gyöngyösire azonnal odaérnek. Kis Attila és Bakai Roland vitték le a földre Gyöngyösit. Ezzel elveszít néhány yardot a Cowbells, olyan 5-5 nagyjából. Körülbelül 7-et kell megtenni a pontszerzéshez, második és gól lesz. Kimozog a zsebből Német, bal oldalon keres egy embert és talál is, de az elkapás már nem jó. Jól látom, akkor Szekeres kezeiről pattant föl a labda. Harmadik és 7. Illetve harmadik és gól egész pontosan, de 7 yardot kellene menni. Passzjáték, sok ideje volt Németnek, és Kisprumik Attila elkapásával visszaveszi a vezetést a Cowbells. Húsz 17 ezzel a touchdownnal, és Szekeres Márton rúgása 21-17-re módosíthatja az állást. Két pontra megy a Cowbells, és úgy tűnik, hogy az is meg lehet. Egy rövid elkapás középen, hogyha jól látom, akkor Suri Máté kapta ezt a labdát, és így 22-17, egy 5 pontos különbséget állít be a Cowbells.
Nyilván itt ebben a helyzetben nem volt kifejezetten nagy jelentősége, hogy 4 pont vagy 5 pont a különbség, hiszen mezőnygól semmihez se elég, így se úgyse. A touchdown viszont mind a kettőt meg tudja fordítani, tehát igazából ez csak egy olyan passzióból választott támadójáték, minden esetre örülünk annak, hogy sikerült megcsinálni. 22-17, és lehet úgy nagyjából 10 perc a mérkőzésből. A kirúgás után támadhat a Guardians. Szekeres Márton kirúgását Hambrus előd várja hátul, és ebből is egy touchback lesz. Abba az irányba könnyű ezeket megrúgni. Saját 20-asról támadhat a vendégcsapat. Próbálja variálni a szituációt a Guardians, most megint egy két tight-endes felállás, Maróti Ábel és Lippel Simon is fönt vannak, és Marsi Tamás a futó az összeállításban, egy középső futás, és Marsi végül lekapcsolják, Pézsa Bencének az ütközése kellett ahhoz, hogy végleg elveszítse az egyensúlyát. Marsi 5 yardot tett meg így. Kicsivel talán többet, mint ötöt tettek meg az előző játékkal, most is Marsi kapja a labdát, de azonnal oda mennek rá. Saliga Norbi 45-össel, és ezzel yardokat veszít a Guardians. Nagyjából így hármat. Második és 7-8 közötti szituáció, elnézést, harmadik és 7-8 lehetőség a Cowboys kezébe, hogy megállítsák ezt a támadó sorozatot. Jumbo formáció. És Marsi egy rövid paszt kap el középen, azzal meg lesz a first down, és még egy blokkot is arany Kevintől, és Marsi földet éréskor elejtette a labdát, de az ászlók is ott vannak. Holding, offense, egyes számú játékos. 10 yard büntetés, szabálytalanság helyétől marad a harmadik. Mondhatjuk, hogy valamilyen szinten mázlia van a Guardiansnak azzal, hogy a szabálytalanság helyétől számították ki a büntetést, így egy harmadik és rövide szituációval folytathatják. Passzjáték, először balra tekintett Horváth, aztán végül is Lippe Simon kereste a labdával, de nem sikerült pontosan a dobás. Szabó András védekezett egyébként Lippelen. Igen, komoly magasságbeli fölénye van Lippe Simonnak Szabóval szemben. Viszont kellenek a pontos dobások is ahhoz, hogy ezeket meg tudják csinálni. Negyedik és 3, és ebbe a mezőny pozícióban nem kockáztathatja a Guardians, hogy elveszítse a labdát, így pántot láthatunk. Dobos Attila várja ezt a labdát a saját 45-ösek közelében, és Mágori Milán szembeszélbe kell, hogy elrúgja. És abból egy fék, Mágori elpasszolja a labdát, és nagyon közel volt Sajti és Dobos Attila is, hogy elkapják a labdát, de végül is egyik kötőknek se volt jó
így viszont egy sikertelen negyedik lesz, és egy nagyon jó helyen kapja meg a labdát a Cowboys 36-7 yard környékén. Magoritól ilyet még nem látunk. Látunk már vele fake puntot abban a formában, hogy megfutotta a kísérletet, de ezúttal passzjáték. Nem sikerült megcsinálni, így viszont védekeznie kell a vendégeknek, mert hát kifejezetten szorult helyzet, és a Cowboys két labda birtoklásra növelheti az előnyét, hogyha sikerül megcsinálni. Első és 10. Nagyon sok ideje van németnek, és felpattan a labda több ember kezei között is. Ott volt, de végül senkinek nem sikerült elkapnia. Nagyon kockázatos vállalás. Hát a világ minden ideje rendelkezésére állt németnek, szóval ennyi idő alatt üresre kell játszani magukat a srácoknak. A fal nagyon jól dolgozott ebben a játékban. Második és 10 lesz. És elbotlik német, ki kellett kerülnie a futóját, hogy visszahúzza a labdát végül. Azt gondolom, play action akart ez lenni, de elcsúszott a pályán német. Néhány yardot elveszít ezzel a Cowboys. Kettőt nagyjából, hanem valamivel kevesebbet. Harmadik és nagyon hosszú szituáció. Érkezik a nyomás, Bodor Gergely ér oda először, és aztán végül is a társak viszik földre németet. Újabb 5 yardot veszít a Cowboys, és negyedik kísérlet következik. A pálya ezen szakaszán vétető döntés, hogyha neki mennek. Marad is az offense a pályán, de körülbelül 16 yardot kellene megtenni a first downhoz. Kis Prumik Attila fogja el a helyét utoljára, a slotban, a jobb oldalon. Passzjáték, és harmadik szándékból dobja csak el a labdát német. Ebből nem lesz semmi, visszakerül a labda a Guardianshoz ebben a mezőny pozícióban, és kisebb sérülés vendég oldalon. És 10. És úgy tűnik, hogy megvan a labda a Cowboysnél. Így is van, visszakerül a labda a Cowboysnél, egy fumble utáni labda a visszaszerzés. Első és 10 megint csak támadhatnak a hazaiak, és minthogyha mi se történt volna. Ott, ahol az előbb elveszítették a labdát, egyből vissza is szerzik. Nem láttam pontosan, hogy ki szedte össze a labdát. Ez egy nagyon szép helytállás a védelemtől. Időkérés, Guardians, első csapat időkérés. Mérkőzésből hátralévő idő 5 perc 39. És most már szüksége van egy kis kiokításra a Guardians tagjainak is. Közben azt láthatjuk itt a pálya szélén, hogy Jász Norbertet sajnos a mentő fogja elvinni a mérkőzés helyszínéről. Fél időben azt sikerült megtudnom, hogy eltört a bokája. Tehát minden bizonnyal a szezonjának annyi. Jobbulást kívánunk Jász Norbertnek még egyszer.
4 szekkel és 12 teköllel fejezi be ezt a szezont. Nagyon hasznos játékokat mutatott be, és hát tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik az, hogy elkezdett összeállni a passz siettetés is Guardians oldalon, hiszen a divízió 2-es éveikben elég erős hiányuk volt ezen a területen. Elég sokat blitzeltek, de valahogy nem akartak jönni a szekkek és az irányító siettetések. Vele viszont abszolút összeállt a játék ezen eleme is, szóval még egyszer jobbulást Jász Norbertnek, közben a Cowbells elindíthatja a játékot. Gyöngyösi Balázs jobbról próbálta meg megkerülni a védőket, de ebből nem sikerült sokkal többet, mint egy yardot kihozni. Második és 9 nagyjából. Csumán, Szekeres és Kis Proméka hozzánk közelebb eső oldalon. Gyöngyösi kapja a labdát, és ez egy középső futás. Sikerül megtenni nagyjából 5 yardot. Harmadik és valamivel több, mint 3-at kell menni. Futójáték, megint csak Gyöngyösi. És azzal sikerül körülbelül 2-t megtenni. Nem lesz elég a first downhoz, legalábbis a játékvezető helyezkedéséből ítélve. Meglátjuk, hogy hová teszik le a labdát. Ilyen negyedik és incheck szituáció lesz nagyjából. Negyedik és egyes szituációval folytathatja a Cowbells. Passzjáték oldalra Gyöngyösi, és azzal meg lesz a first down. Épp hogy annyit sikerül menni, ami elég lehet, hogy átdőljön a vonalon. Egyelőre az látszik, mintha lemennének a pályáról a támadó egység tagja, és lemarad egy Guardians játékos. Megint csak szeretnénk orvosi segítséget kérni a pályára. Reméljük, hogy nem komoly a probléma, hogyha jól látom. Bodor Gergely egyelőre a pályán nem kérnek ápolást, de azért mindenképpen meg kell majd őt vizsgálni. És továbbra is kérdés, hogy megvolt-e a first down. Úgy látszik, hogy egyelőre a Guardians támadók érkeznek a pályára. Úgy tűnik, hogy nincs meg. Visszakerül a labda a vendégekhez, és 22-17-es állás még egyszer most már. Nagyon is oda kell figyelni a hátralévő időre. Ugye a Guardians a fordításért tud támadni, és hogyha el tudnák húzni ezt a támadó sorozatot hosszú időre, akkor taktikázhatnának úgy, hogy a Cowbells már ne kapja vissza a labdát. Nem ebből a futókísérletből fog ez megtörténni, de nyilván az órát így is elindítják. Nekik persze egyelőre kellenek a pontok, tehát a prioritást az mindenképpen ez élvezi. Nulla yardos játék volt nagyjából Marsival, második és 10. Horváth várja a labdát a centerétől, kicsit alacsony volt a snap. Passzjáték föl a bal sarokba, és Sajtinak az végül is nem jó. Ott volt a kezei között, de csak megpattant a labda. Harmadik és 10 lesz így. Harmadik és 10, és kergetik a védők Horvátot, el tudja dobni a labdát, és középen van valaki üresen, Lippes Simon, de nem volt jó neki a labda.
Nyilván ez egy nagyon nehéz dobás. Horváth balkezes, tehát abban az irányban, amerre futott, ahhoz képest a hátsó kezével kellett eldobni a labdát magának keresztbe. Ez ennél magasabb szinten is nehéz dobásnak számít. Ennek megfelelően nem is volt meg. Most viszont negyedik és hosszú szituáció, és a Guardians úgy dönt, hogy a hátralévő időre való tekintettel most már itt is megpróbálja a negyedikre. Rövid passz, és végül is nem sikerült elkapni. Marsi Tamást kereste a labdával, de a blokkoló falembere is zavarta, hogy elkapja ezt a labdát. Ugye nyilván ő nem jogosult arra, hogy elkapja a labdát, tehát még hogyha sikerült is volna, akkor se szabályos. Így viszont itt kerül vissza a labda a KBS. Ez egy nagyon kockázatos vállalás volt a Guardians részéről, és ezúttal nem is jött be. De hát nyilván vészesen közeledik a mérkőzés vége, és neki kellenek a pontok, tehát ez lehetett az oka. Első és 10, és támadhat a Cowbells. Passzjáték, és Csumán Boton felé megvan az a labda, lesz Cohen Adamnak nem sikerült leszednie. Csumáné az elkapás, és ismételt touchdown a hazaiaknál, és ezzel most már beáll egy két labda birtoklásos különbség. 28-17. Igyekeztünk beharangozni, hogy ez az összjáték előbb-utóbb el fog kezdeni működni, és ez meg is történt. Csumán ötödik touchdownja a szezonban. Két pontos megint csak, és ez is egy passzjáték, de ezt nem sikerül megcsinálni. Azt hiszem, hogy megint Csumán volt a célpont, de elcsúszott az útvonal a végén. 28-17 maradt tehát így az állás. 11 pontos előny a hazaiaknál. Szekeres kirúgását megint csak Ambrus várja hátul, és ez bepattog az endzomba. Saját 20-asról támadhat a Guardians. Mindegy, az csak a pantoknál van. A kirúgás az élő labda. Ha megteszi a 10 yardot, élő labda. Első és 10 lesz, támadhat a Guardians a saját 20-asról. Passzjáték, hosszú sajti kezei között, megint csak megpattan a labda, sokadjára látjuk már ezt a mérkőzésen. Meg lett volna az esélye arra, hogy megszökjön a védője elől, mögötte már nem volt senki. Szabó András és komisszár Kristóf is ott voltak sajtin, nagyon jól őrzik egész mérkőzésen.
mert nyilván kockáztatnia kell a Guardiansnak, most már csak nagy játékokkal haladhatnak előre. Második és 10. Hosszú passz, ezúttal Lippel, Simon a célpont, és abból interception lesz. Komisár Kristóf második interceptionje a mérkőzésen, és összesen 6. a szezonban. Ezzel azt hiszem, hogy elúszott a Guardians esélye, hogy megfordítsák ezt a mérkőzést. Nem teljesen tiszta számunkra, hogy mire lehet még elég idő. Több mint 2 perc van, az egész biztos. Az ellenfél 30-asa közeléből támadhat a Cowbells. Úgy tűnhet, mintha már igen, csak régóta le lennének ragadva a pálya ezen területén. Passzjáték fel a sarokba, Csumán felé, és az az elkapás jó, és kérdés, hogy hol sikerült földet érni. Csumán Botond második touchdownja a mérkőzésen. Dupla vagy semmi alapon. Nincs szabálytalanság. És ezzel most már 34-17, hogyha jól számolom. És megint csak egy 2 pontos kísérlet, hogyha jól látom. Passzjáték. Jó az elkapás kis Prumiknak, és sikerül a 2 pontos. 36-17. Nyugtával dicsérjük a napot, de azt gondolom, hogy... 2 minute warning, mérkőzésből hátralévő idő 2 perc. Azt gondolom, hogy ez most már egy magabiztos előny. 2 perce van még a Guardiansnak, hogy támadjon a mérkőzésen. Azt gondolom, hogy ezúttal már csak a szépítésért. Ebből a kirúgásból megint csak touchback lesz. Húszjártól támadhat a Guardians, 2 percük van. Első és 10 lesz. Passzjáték. És az nincs meg. Vissza kellett jönnie az úton a végéről Sajtinak. Második és 10. Passzjáték. Lippel Simon a célpont, és nem tudja befutni az útvonalát. 3. és 10. Úgyhogy nyilván ezeknél a sikertelen passzoknál megáll az óra, tehát az időben túlságosan sokat nem haladunk előre. Minden esetre nincs már túl sok lehetőség a Guardiansnak támadni.
vagy az idő miatt, vagy azért, mert elfogynak a rendelkezésre álló kísérletek. Harmadik 10 yardot kell megtenni, és Horváth passzol. Lipes Simon elkapja azt a labdát, sikerül földre vinni a félpályánál. Meg lesz a first down. Kikéri az időt a Guardians. Időkérés, Guardians, második csapat időkérés. Mérkőzésből hátralévő idő 46 másodperc. Tehát a vége előtt nincs már sok dolga a Cowboys védelmének. Igazság szerint csak az, hogy nagy játékot ne engedjenek. Egyáltalán nem gond, hogyha kicsit magára húzza a vendégcsapat támadóit most a védelem. Jöjjenek a pályán, jöjjenek a yardok, teljenek a másodpercek, és fejezzük be ezt a meccset. Ez most már az irányadó a hazaiaknál, az irány elv. Első és 10 passzjáték Mágori felé, és ez túl hosszú. Kellett volna még egy lépés Mágorinak, hogy jó legyen ez a labda. Második és 10 lesz a félpályától. Passzjáték ezúttal Maróti Ábel kezei között a labda, és jó az elkapás. Sikerül még menni, körülbelül 25-30 yard között, és kikéri az utolsó idejét is a Guardians. Időkérés Guardians, harmadik, utolsó csapat időkérés. Mérkőzésből hátralévő idő 21 másodperc. Elég lehet ez a vendégek számára, akár még egy pontszerzéshez. Azt gondolom, hogy most már nem csak azért, mert kapkodniuk kell, de azért is, hogy elkezdjen működni. Most már mindenképpen passzokra hagyatkoznak. Nagyon sok sikertelen átadást látunk a részükről ezen a mérkőzésen. Nyilván elsősorban a formán kell javítani. Lesznek még nyerhető meccseik a szezon hátralévő részében, de ezeket a játékokat meg kell tudni csinálni, tehát már csak azért is, hogy gyakorolják, érdemes elvállalni. Továbbra is ugyanaz az összeállítás a pályán. Tehát Sajti, Maróti, Lippel és Mágori. Futó pozícióban pedig Marsi 23-assal belé blokkolni, passzjáték föl a sarokba, és Maróti hátra nézett, de nem volt neki jó ez a labda. Szabó András védekezik rajta, akinél Maróti jó, egy fejjel magasabb, tehát jó döntés lehetett ő ráhívni ilyen játékokat, de minden esetre nem sikerült most megérteniük egymást az irányítójával. Második és 10. Passzjáték. Mágorit kereste a labdával, vagy Lippelt. Ezt most nehéz így eldönteni, de egyiküknek sem volt jó. Harmadik és 10-es szituáció. Harmadik és 10, rövid passz Marsinak, és azzal lehet még menni. Repül egy zászló, Marsi befut a labdával, ez gyakorlatilag a mester hármasa lehet abban az esetben, hogyha Cowboys oldalon a szabálytalanság, de vélhetően egy holding lesz.
Beznai Endre bejelentése. Ineligible receiver, downfield pass, offense, 89-es számú játékos. 5 yard büntetés, megismételjük a harmadik kísérletet. Furcsa szabálytalanság, úgy látom, hogy Beznai Endrének el kell magyarázni a támadó egység tagjainak, és hogy pontosan mi volt a gond. Szabálytalan, illetve jogosulatlan elkapó volt a bejelentés, viszont a ugye maradt ki egy tight end. A mérkőzés ideje lejárt, egy időn túli kísérlet végéig meghosszabbítjuk a mérkőzést. Még egy lehetőség tehát a Guardians kezében. Passzjáték, és abból nincs semmi. Ezzel ér tehát véget a mérkőzés. 36-17-es hazai győzelem. Marsi Tamás végül is csak 2 touchdownt hozott a mérkőzésen, nagyon szép teljesítmény, de hát úgy, hogy nem ért győzelmet, úgy minden bizonyal ő maga is kevésbé örül neki. A hazaiaknál viszont mindenki tudott duplázni, Csumán Botond is 2 touchdownt szerzett, Komisár Kristóf is 2 interception, és többieknek is szép megmozulásaik voltak, Kisprumik Attila elkapásaival és Fóra Kamilló elkapásaival, és rengeteget haladtunk előre, tehát ez egy nagyon szép csapat teljesítmény. Nézzük, hogy hogyan alakul a szezon a továbbiakban a csapatok számára. Mint mondottam a bevezetőben is, a Cowboys mindössze 6 nap múlva játssza a következő mérkőzését. 28-án a Budapest Titans otthonában, egész pontosan Dunakeszin a Magyarság sportpályán esedékes az a mérkőzés. A Guardians pedig június 11-én Szombathelyre látogat a Crushershöz. És még egyszer mondjuk el a Cowboys toborzóját is, ami szintén június 11. Köszönjük szépen, hogy ilyen szép számmal kilátogattatok a mérkőzésre. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. Köszönjük a vendégszurkolók látogatását is, hogy ilyen messziről eljöttek hozzánk buzítani a csapatukat. Gratulálunk a hazai csapat győzelméhez. Gratulálunk a HFL csapat győzelméhez is a tegnapi napon. Amint hazaértek, félszemmel mindenképpen figyeljétek a Wolves és a György Sharks összecsapását, hiszen az a biztos továbbjutást jelentheti számunkra, hogyha Wolves ma elveri a Győrt. A hazaiaknak pedig 2 nagyon szép győzelme ezen a hétvégén, Miskolcon és idehaza a Divízió 1-ben. Köszönjük a vendégcsapat sportszerű játékát, jobbulást kívánunk a sérülteknek, különösen Jász Norbertnek, akinek véget ért a szezonja. Reméljük, hogy jövőre visszatérhet a pályára, és persze reméljük, hogy Langana Dominik, Temko Levente szintén visszatérhet a pályára, ők persze előbb, esetleg már a következő mérkőzésen. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, jó utat hazafelé, sziasztok!